A törökország jegyzőtábort követően ezen a héten már itthon készült a tavaszi folytatásra a Nyíregyháza. A Spali 4 meccset játszott külföldön, a legnevesebb ellenfél a Légia Varsó 3-1-re legyőzte Lengyel Roland együttesét, amely egy bolgár és egy orosz rivális elleni gól nélküli meccs mellett 1-0-ra verte az orosz Krasznodárt. Persze ilyenkor nem az eredmény, hanem a terhelés és a játék csiszolása a lényeg. A vezetőedző elégedett volt a Törökországban tapasztaltakkal. Nagyon jó körülmények között, nagyon jó pályákon tudtunk edzeni, szerencsére nagyon jó időt fogtunk ki, emiatt azt gondolom, hogy hasznos volt az edzőtábor. A lejátszott mérkőzések is jól szolgálták a felkészülésünket, nagyon jó meccseket játszottunk. Itt említeném a Légia Varsó elleni mérkőzést, jó ritmusban, jó mérkőzést játszottunk. A fiatalok szerepét lehetne kiemelni, mindenki ugyanannyi mérkőzés percet játszott, töltött a pályán, és mindenki megállt a helyét, az látszik, hogy a jövőben a fiatalokra majd lehet támaszkodni. Az ősszel utolsó 6 meccsén 100%-os, jelenleg 7. helyen álló Nyíregyháza vasárnap a 10. sorosát fogadja. Lengyel Roland szeretné, ha folytatódna a győzelmi sorozat. Nagyon fontos az első meccs, nekünk is a Soroksárnak is. Azt gondolom, hogy majd a pálya minősége meghatározza a játék képét. Úgy gondolom, hogy az a csapat fog győzni, amelyik jobban alkalmazkodik a pályaviszonyokhoz. Mi az utolsó mérkőzésen Dorogon játszottuk az utolsó mérkőzésünket télen. Ott is alkalmazkodtunk a pályához, remélhetőleg most hazai pályán se lesz ezzel problémánk. A Nyíregyháza Spartakus Soroksár mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A 22. forduló további párosítása a következő: Kazincz Balcika Ajka, Vác Budaörs, Budafok Csákvár, Szombathely Szeged, Gyirmót FC Győr, Siófok, Tiszakécske, Eto FC Győr, Vasas Békéscsaba és MTK Budapest Dorog.